Folyamatos a forgalom Nyírbogár belterületén. Nem véletlen, hiszen itt halad át a 471-es főút, amely Debrecentől Mátészalkáig tart. Mellette épült meg az új kerékpárút. Nyírbogár azon szerencsés települések egyike, aki elmondhatja magáról, hogy szinte minden irányban van egy kivezető kerékpárútja. Ugye az előző ciklusban megépítettük a külterületi kerékpárutainkat, az idei esztendőkben pedig megépítettük a belterületi kerékpárutat. Számunkra nagyon fontos a kerékpárutnak a jelenléte, a léte, mert amellett, hogy egy beruházásként megépítettük, amellett nagyon hozzájárul az embereknek, az itt élő lakosságnak és a környező települések lakosságának is a szemlélet formálásához, egészségtudatosabb magatartás kialakításához, a közösség formálásához, hiszen a kerékpárút nem csak közlekedés biztonsági szempontokat hordoz magával, hanem biztosítja azt is, hogy kisgyerektől az idősebb korosztályig elindul rajta. Van, aki kerékpárral, van, aki görkorival, van, aki csak gyalogol, és van, aki csak babakocsittal. Az átadón Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője azt mondta, egy 60 kilométeres hálózat fontos része. Ez a 60 kilométer kerékpárút, amelynek kulcsapás vonala Nyíragoly, Nyírbátor, Mátészalka, Nagykálló, Balkány, Nagykálló, Máriapócs és Nyírbogát, Máriapócs. Ez jelentős mértékben növeli a térségünk közútjainak a biztonságát. A nyírbogáti városnapi ünnepségen Soltész Miklós államtitkár azt mondta, Budapest példát vehetne Nyírbogátról. Azt kell mondanom, hogy egy kerékpárútnak az átadása, biztos fogják érteni, miért gondolok, nem egy városi huncutkodás, nem mások bosszantására van, nem az autó- és buszforgalomnak a megbénítását szolgálja. Mindezt azért mondom, mert Budapest vezetése, másfél milliós város vezetése, főváros vezetése tanulhatna önöktől. Mondanám azt is, hogy a karácsonyi szünetben a főpolgármester urat hívják már meg. Mutassák meg neki, hogy egy város hogy épít nem csak településen belül, hanem azon túl is több 10 kilométer kerékpárutat, és az tényleg hasznos. Azt nem szórakozásból teszi. Muszáj volt mindezt elmondanom, mert az ünnepség része volt, még egyszer hangsúlyozom, mai nap része, az a fantasztikus beruházás, amely most már összeköti Nyírbogátot Nyírbátorral, Nyírgelsével, Kisléta és Máriapóccsal, sőt, ahogy hallottuk, még távolabbi településekkel is, és megvalósult most már a belső kerékpárút is. A kerékpárutat pénteken délután adták át a nagy közönségnek. A 2,5 kilométeres szakasz 595 millió forintból épült meg.